telephone in 1997. Egy rövid cigi szünet és zeneszünet után visszatértünk. A vendégeim továbbra is Kandikó Péter és Skippy, a második helyezett résztvevő. Sajnos az első helyezett nem tudott megjelenni különböző okokra hivatkozva, de azt hiszem a műsor ettől még 100%-os lesz. A szünetben pont arról beszélgettünk a Péterrel, hogy igazából ilyen kezdeményezés még Zalaegerszegen talán nem is volt. Tehát ez nekem ez most esett le, inkább zuhant is. Elég nagy ott is fogalmaztál, de igen, valamennyire pionéroknak mondhatjuk magunkat, és mindenképpen ez műfajteremtés lehet esetleg a péntek esti kikapcsolódások terén, és ez nem rossz. Tehát, hogyha azt szokták mondani, hogy ha jön a hullám, és elég nagy, akkor érdemes deszkára állni és meglovagolni azt, úgyhogy szerintem addig, amíg forró, addig ütni. Így van. Még egy közhelyet belebökjek. Így van. Remélem így is lesz, és folytatódik ez a, hát még nem sorozat, de talán az lesz. Azzá fogja kifejlődni magát, és a Nyugat-Dunántúl és a régió meghatározó péntek esti eseményévé szeretnénk válni, nem titkoltan. Mert gondoltam, úgyis előbb-utóbb megkérdezed a távlati célokat, de ha nem akartod, akkor most úgyis elmondtam. Így van. Mindenképp megkérdeztem volna, és ugyanilyen távlati célokra. Tehát ugyanezeket a célokat meg szeretném kérdezni Skippy-től is, mert úgy hallottam, hogy azért egy elég komoly projekten dolgoznak Déllyel, aki ugye a Szekta nevű formációnak az oszlopos tagja. Hát ad javítsalak először is, mert már csak volt, mivel a Szekta úgy felbomlott. Igazából ezt tényleg így a Déltől kérne megkérdezni, hogy miféle okokból, de ugye a Radikál meg ugye a Dél nem jöttek ki, és ebből következett, hogy ugye az ő közös stúdiójuk is felbomlott, és mert ugye a Dél így leköltözött Egerszegre, ezért így nekem voltak így mikrofon, meg keverőpult, ilyeneket tudtam bedobni így közösbe, és akkor hát így rám írt, hogy akkor, hogy csináljunk valamit, és akkor így összedobtuk a cuccot pár nap alatt, és azóta tökéletesen működik minden, úgyhogy reméljük ebből is lesz valami, már az ő számait így vettünk fel, és nem tudom, hogy nekem is majd valamikor lesznek ilyen promotáló cuccok, majd kiderül mikor, akkor mindenképpen majd talán jövök még egyszer, vagy ilyesmi. Hát mindenképpen, és értesítjük a hip-hop közeget erről. Tehát akkor végül is a jövőben terveztek azért közös munkát is. Egyenlőre, közös felvételeket. Hát közös felvételeket, de így egyenlőre így közös szám, így ilyen, meg ilyen ilyesmi nincs tervben egyáltalán, mivel ő sokkal jobban gyakorlott, meg ugye már 6 éve írja a szövegeket, én nekem még ahhoz ezért ebbe bele kell szoknom, de rengeteget segít nekem így bármiben, szövegekben is, meg hogy rímelési technikában, tehát nagyon sok segítséget ad, úgyhogy szerintem majd valamikor alakulhat ilyesmi is, de nem vagyok benne teljesen biztos, de reménykedem benne. És magát a stúdiót az hol és hogyan alakítottátok ki, mert azért ennek is megvan a maga kis története, ha jól tudom. Hát igen, végül is teljesen ilyen házi stúdió, de próbáljuk teljesen olyan minőséget visszaadni, amit egy stúdióban így lehetséges így elérni, persze egy legalapvetőbb fokokon. Hangszigetelt, úgymond van süket szoba, ami igazából egy beépített szekrénybe készült. Egy ember tökéletesen elfér benne, így egy 40 tagú szimfónia zenekar, az azért már így vészes lenne, és az így teljesen le van hangszigetelve, és olyan hardvereket használunk, amik erre célra tökéletesen megfelelnek, tehát a hangzás az tökéletes, ugyanolyan minőségi, mint a Szekta lemezen, teljesen hasonló, ugyanazokkal a cuccokkal dolgozunk. Tehát akkor a telepi érzést azért belevittétek a felvételekbe. Egy kis zene után újra visszatértünk, és Skippy-t szeretném megkérdezni, hogy mi a véleménye így a régióban zajló hip-hop eseményekről, illetve kicsit hasonlítsa össze, hogy mégis Zalaegerszeg hol áll a rangsorban itt a városok között. Igazából Zalaegerszeg egy nagyon kis város, főleg itt a régióban, főleg így a hip-hop terén, mivel elég kevesen hallgatnak itt hip-hopot, és szerintem mondhatom, hogy kivétel nélkül, aki ebben a körben itt mozog Egerszegen, az mindenki ismer mindenkit, és mindenki, majdnem mindenkinek a barátja,
és szerintem az lenne az első legfontosabb dolog, hogy mi mivel ilyen kevesen vagyunk, ezért össze kéne egy kicsit tartani. Összehasonlítva egy másik városokkal, például Szombathely, ugye Egerszegen is persze voltak minőségi partik, akár blues, bravas produkciók, bármi, mindenhol alig jó, hogyha 50 ember megjelent, de minden esetre persze jól éreztük magunkat, de mondjuk egy szombathelyi vagy győr veszprémi partin azért több százan oda kimennek, és hatalmas tombolás van, tehát viszonylag azért lehet még, nem tudom, hogy így lehet-e mondani, hogy lehet így a régióban Zalaegerszeg azért eléggé így el van veszve. Tehát lehet ezen még így fokozni, hogy tényleg, hogyha másik városból jönnének ide, az azért sokat dobna így a dolgon. Igen, hát mondjuk az azért elég pozitív volt, hogy azért Szombathelyről is itt képviseltették magukat néhányan. Igaz, hogy tehát a versenyben nem vettek részt a végén, de azért itt voltak, és ők is támogatták azt, hogy Zalaegerszegen végre legyen valami. Akkor így meg is ragadnám így a promóciós lehetőséget, ugye Szombathelyen kapcsolatban Cupi, aki így eljött, és hogy akkor most ennyi szívességet teszek neki, hogy itt bereklámozom, hogy neki is hamarosan új lemeze érkezik, tehát arra is érdemes ráfülelni MySpace-en, meg erre-arra. Így van. Szerintem meg fogjuk ezt tenni. Esetleg akkor annyit még meg lehetne most tenni. Cupi kedvéért biztosan örülne neki, hogy azért egy számot lenyomunk tőle. Rendben. Jó, akkor következzen egy Cupi dal. A Cupi dal után pedig következzék egy kis freestyle Skippy-től. Gumi szoba, meg egy gumi alap, gumi ember, meg gumi falak. Egy Skippy, ez a második, az ember gyakran álmodik, hogy ő lesz a nyertes. Aztán jön egy Dex nevű idegen, aki az álmaimban repdes. Rémálomként, talán ő is csak egy álomkép, mert most sem jelent meg. Én pedig pofázok itt a múltból a jelenbe. Ezt jelensd meg, mert ez FM 96.3. És talán már azt sem vágom, hogy mi lesz ma, vagy kedvenc számom ma. Kicsit vágd meg aztán, kérem vissza ezt az egészet MP3-ba. Az imént is Skippy-t hallottátok a Studio FM 96.3-on freestyle-ban. A műsor hátralévő részében átadom a terepet a zenéknek, igazi underground csemegék fognak következni. Én megköszönöm a megtisztelő figyelmetek. Kontit hallottátok a Studio FM 96.3-on, és vendégünk volt Skippy. Sziasztok! Sziasztok!